Két nagy politikai vezetőnek, Károlyi Andrásnak és Károlyi Miklósnak az életét ismerhetik meg a látogatók egy nemrég nyílt kiállításon. Mi pedig most áttáncolunk jelképesen a Nyírvíz palotába. Vendégünk a Károlyi Gyűjtemény megbízott vezetője, Dohanics László. Szia, Laci! Szerusz! Szóval a címe ugye Régi dolgok, újabb idők. Nyilván valamelyest a ma emberét szólítja meg, és invitálja egy ilyen érdekes kirándulásra a múltba. Hát mi látható ezen a kiállításon? Igen, tulajdonképpen, hogy tavaly voltunk, csak is előzménye legyen, tavaly voltunk ugye 25 évesek, 25 éves a Kállai Gyűjtemény, akkor a Kállai Miklós emlékkiállítással tisztelektünk az adományozó előtt, és ebben az évben is szerettünk volna a Kállai hagyományt folytatva egy olyan kiállítást létrehozni, ami a Kállai családhoz fűződik. Ez a Régi dolgok, újabb idők című kiállításunk. A két Kállai személyiség, Kállai András és az ő fia Kállai Miklós, a későbbi miniszterelnök, akik mindketten főispánjai voltak Szabolcs vármegyének, és tulajdonképpen ennek a két személynek az életét szeretnénk bemutatni, illetve mutatjuk be ebbe a kiállításba. Nyilvánvalóan ti ismeritek ezt a történelmi korszakot, de mi a tapasztalatotok, Nyíregyháza város lakói, vagy akár a megyéből érkező múzeumlátogatók számára mennyire mond újat ez a kiállítás, vagy mennyire ismernek rá mondjuk egy-egy történelmi érdekességre? Tulajdonképpen ez a kiállítás azért is hasznos, mert egy a történelem tanításban mind a két személyiség, de főleg Kállai Miklós ugye szerepet kapott, mind a ketten főispánok voltak, mindkettőjük nevéhez fűződik a megyeháza építése is, az eredeti főépületet Kállai András, míg a B-épületet Kállai Miklós a fia építette. Ugyanakkor ez a kiállítás, amelyet mindenféleképpen meg kell említenem, hogy az anyagösszállításban nagy segítséget kaptunk a könyvtártól, illetve a levéltártól. Ezt tulajdonképpen mind a fiataloknak, középiskolásoknak, mind pedig az idősebb korosztálynak is szerintem egy remek kiállítási anyagot mutat. És meddig látható? Ez június 22-én látogatható ez a kiállítás. Akkor ez azt jelenti, hogy addig ott is lesztek, ugye, a Nyírvíz palotába? Így van, a projekt az folytatódik, a új Kállai háznak a felújítása, illetve az első lépcső az már megtörtént. Most a második lépcsőben a hátsó, úgymond szociális épületnek a felújítása, átépítése kezdődik meg, és tulajdonképpen ezzel fog kiteljesedni az új Kállai helyszín, amely mellett még ott van egy gyönyörű szép zöldövezet, amelyet szintén szeretnék hasznosítani, szabadtéri programok. Közben ugye a nézők magát a kiállítást láthatják, amelyről ezelőtt beszélgettünk, de hol lesz egyébként az új hely, akinek esetleg... Ez a Besenyei téren van, tulajdonképpen ez a Kállai Miklós szülőháza, Kállai Rudolf épít tette ezt a házat, sőt az egyik kollégátok nevéhez, nagyapjának a nevéhez is fűződik, itt is Péternek, az operatőrnek az édesapja, illetve nagypapája építette, illetve tervezte ezt az épületet, és tulajdonképpen ide fogunk költözni, ha minden igaz, úgyhogy várjuk mi is nagy izgalommal a költözés időpontját. És ugye, aki esetleg nem járt mondjuk egy ideje már a múzeum környékén, bár ezt azért kötve hiszem, nyíregyháziak számára biztos, hogy egy kedvenc hely, látják, hogy megújultak a parkok. Tavaly még a múzeumok éjszakáján sajnos ezt a területet nem lehetett birtokba venni, de hát gondolom, hogy most nem fogjátok kihagyni a szervezéskor magát a parkot sem. Hát a múzeumok éjszakájára mindenféleképpen szeretnék a múzeumon belül tartani. Vannak elképzelések a nagy koncertünknek a helyszínével kapcsolatosan, de ez még tárgyalás alatt van, de most mindenféleképpen a múzeum falain belül szeretnénk tartani, de azzal, hogy ha Kállai Gyűjtemény átkerül a Besenyei térre, akkor tulajdonképpen egy kulturális negyedbe is lehet lesz majd gondolkodni, hiszen a színház, a Kállai Gyűjtemény, a múzeum, és még ott még vannak olyan épületek, amelyek felújításra, megújulódásra várnak, tulajdonképpen ez egy múzeumi negyedet lehet majd létrehozni Nyíregyházán. Na akkor még néhány csemegét, mert már nagyon elfogyott az időnk. Mi van még a Tarsolyban, illetve hát ebben az évben milyen különlegességet láthatunk a József András Múzeumban? A József András Múzeumban tulajdonképpen a kiemelt nagy attrakciónk az a Szinyei Mersepál kiállítás lesz. Ez augusztus 23-án fog nyílni, ez a Vidor-fesztivál keretében kerül nyitásra. Tulajdonképpen ma igazgató tájékoztatás alapján kiderült, hogy kb. 80 műalkotás kerül le Nyíregyházán, ma ez hatalmas nagy anyagmennyiség, úgyhogy bízunk benne, hogy olyan sikeres lesz, mint a munkácsi kiállítás, de előtte még ugye ott van a múzeumok éjszakája, amelyen
a többek között a Beatrice is a fellépők között lesz, hiszen ez a múzeumok éjszakája retro jegyében fog megvalósulni. Hát akkor Adimi, nagyon-nagyon sok munka, aztán meg majd reméljük 8 óra pihenés és szórakozás is lesz. Köszönjük szépen, Laci! És köszönjük szépen!